Na, sziasztok! Már is jól kezdődött ez a reggel, délelőtt. Elmúlt 4:12. Jövök befele. A kis templomnál, ahogy jövünk ki a Körösi Csomag útra. Ugye ott nekem van zöld, amikor a busz is jön. Az azt jelenti, hogy az autósok nem indulhatnak el. Csak én meg a busz, mert én vagyok ott jóval távolabb a busztól. Az autós közvetlen mellette, de a busz átmegy előttük, úgyhogy nekik nem lehet. Erre mellettem a hülye átjön a piroson, és nyugodtan tovább is megy, miközben jön a busz. És elindult. Tehát nem az volt, hogy ő akkor érkezett, hanem ő ott elindult, amikor én is. Mert ő úgy gondolta, hogy akkor neki is zöld van. Persze neki nem volt. És dudáltak rá. Vannak ilyen idióták, látszik hétfő van. Erre jönnék ki tehát a Selkútnál, és előttem túl a fehér vonalon keresztben megáll egy óriási kamion, amiből nem hiszem el, hogy nem lát ki, ha a fehér vonalon áll meg. Tényleg, tehát megáll a fehér vonalon, megvárja, amíg át tud menni, és akkor megy át. Nem a zebrán kell megállni, nem a sarok végénél, hanem ott a fehér vonalon. Na mindegy, ez van. Nem számítok sokkal jobbra. Hétfő van. Gyönyörű őszi idő. Ja, és nincs hideg. Aztán felejtettem mondani, hogy átlagos ősz van. Ilyenkor lehet a legkönnyebben megfázni. Bent Tali. Eddig még semmi cím. Pedig a terület normál. Kicsit nehezen, de megjött az első címem. Elég távol vagyok már onnan, de most kaptam meg itt az Arany Jánosban az Attabolyt sík utcát. Nem para, csak hát, na, lehetett volna hamarabb is. Amikor például ott vagyok mellette. Vigyázzon már! Ha, pont necceset! Itt is vagyok! Megjött a címecske, és szerencsére viszem innen a... Nem viszem, megyek még egy gyér a Onno Sandwich Barba az Erzsébet körül 56-ba. Ha is innen föl kell mennem a Dob utcáig. Menjünk hát! Ez az! Ezt már szeretem, amikor nem csak egy cím van. Egy az olyan, mint a fél. Sziasztok! Hellóka! Én nekem pedig akkor is jó kedvem van, és kész. Pénzt keresek, és ez fontos. Jön valaki? Igen. Szia! Hello. Mosolyogjál! Maszkban. Itt vagyok. Ó, kapom is, ha jól látom. Sziasztok! Kettővel az első címem az a Damjanics utca 37. Már megint ilyen műrföldes utcákon megyek. Vissza a Dobra. Vagy nem, Király, és aztán befordulok majd a végén a Bajzán.
mindenhol ott volt. Ó, de kis szép, betolatok. Mivel fog kérni észlespültenítől? Na, most lerakom, a következő pedig az ajtós Dürer 23. Nincs más megoldás, mint fölmenni a Murányin. Mert én nem akarok menni a Dózsán. És majd innen az Istvánról megyek tovább. 5 percen van a program szerint odaérni. Valószínűleg egy kicsivel később érek majd oda. Szevasz, Galan! Hát csak nem volt annyira pénzsa. Azért nézünk a táblát. És igen, hol az. A másodikat, több cím most nincs, persze ilyenkor nem is szokott lenni. Úgyhogy átevicc ki amit magam, és megyek visszafelé. Erre azért nyugodtabb most. Ó, anyám, már azt hittem elalszom. Kezd kisütni a nap. Itt, ott. Na, jöjjön egy kis élmény. Kaphatnék én egy címet a Hariból. Örülnék neki, és címet kaptam. Megint csak ki kellett mondani. És pedig... KFC Budapest Keleti szórakozik velem. Itt vagyok. Fölkövenni ezt. És megyek a Petrádi utca 39-be. Akkor megint csak István. Vagy mi ez, ne felejts, bocsánat. Ó. Voltos taxis. Itt vagyok a Petrádi. 39. Szia, köszönöm! És megvan, próbálom ledobni, a házon belül viszont nem engedi, úgyhogy pedig van rajta egy lehetőség. Hát, ha majd kell kinnakkapom. Nem tudom, lehet, hogy nem dobtam most le hirtelen, mert úgy látta, hogy nem megy. Jött volna a negyedik, de az app ragadt, és már mire megoldottam volna. Azért fogta magát, és nincs másik cím. Ami jó, mert megint mehetek vissza a Belvárba. Pedig a folyamatos munka sokkal jobb, mint a megszakított. Szerencsére megjött a negyedik címem, a Bors Gasztrobár kazincin. Uram! Ez az ajtó. Na, megvan a cím. Sajnos csak egy cím van. Sajnos nyugis volt a környék, és ez a Kazinci utca 52. Oda nyugizom magam 9 perc alatt. Már csak 8. Hatalmas. Szia! Hello! Elvileg ez az 52. Gyakorlatilag is. A B épület. Ez a B. Valami lepisíjük nagyszerű. Ah, csörgetni kell. Már csörgetem is. Az úr már jön is le. És rossz helyen van a picó, hogy el kell érni oda. De nem tudom, hogy nem tudom. Már itt is van, ha jól látom. Hello!
Elvitte az úr. Az úr hozta, az úr elvitte. És tessék, a címet is elvitte. Megjött az 5. cím, a Papitosz belváros. Na most arra megyek. Na, megvan a következő cím. Papitoszból innen a Molnár utca 3-ba, ha jól látom. Igen, Molnár 3. Na, indulok is. Közben föltöttem tölteni a kamerát. És kisütött a nap is. Ami jó víz. Szia! Molnár utca. Épp az idő. Nézzük. Ó, szépen átjött a sürgősség is a piroson, lámpa nélkül. Az szép lesz. Ezért vannak itt belesetek. Egy-egy. Oda viszem. Itt vagyok, felcsöngetek. Ja, csöng. Milyen szép rendezett udvar. Szerencsére van lift. Leadom. Másik cím nincs, mondtam én. Mégiscsak jött egy címem, sushi mester, és kész van, most klakkingolt, hogy tik-tik-tik-tik. Sziasztok! Srácok, nem hiszitek el. Sziasztok! Jött még egy cím, tehát párhuzamosan van. És az az ajtó mindig utálatos. És az a másik cím, Dob utca 19 TLV Eatery. Tudod, mi a szomorú? Még egy cím. Ilyenkor jobb kedvem lesz. Mert ez azt jelenti, hogy egy 1000-es pluszban a zsebemben. Hoppá, mit hoztam nektek? Oda nézed. Tere-tere-tere. Szevasz úr! Tipriba! Nehogy elém lép, nehogy elém lép! Meg ne próbálj! Ugyanaz, mint az elem. Index. Annyira rég voltam, látják? Elfelejtem. Azért szerencsére kész. Az elsőt azt le kell raknom, az elsőt körút 40-ben. Akkor ez a 40. Igen, 40-42, ez az. Miért megyek mindig ezen túl? Ó, kulcsocskát kaptam. Húzunk le egy liftet.
Rendben van. A következő kiszállítás a Városligeti Fasor 38. Itt a zsárkom van. Na, ez jó hír. Ezért többet fognak fizetni. Na most visszafele fogok a bajzán menni, nem idefele. Szembe oldal. Az nem jó hír. De itt van egy zebra. Akkor nincs baj. Ó, nyilván az autósnak nem kell megállni a zebránál. Ledobtam, ez volt eddig az utolsó címem, több most nem is lesz, mert megyek a haza. Ez volt a hetedik. Na, gyerekek, vicces helyzet állt elő, hogy letettem ezt a hetedik címemet. Franz gondolta volna, hogy 5000-nél többet fogok keresni. Hát kerestem, egyrészt kilométerdíj miatt, másrészt kaptam jattot, és több jattot kaptam, mint kilométerdíjjal együtt címpénzt. Jön a fék. Nézzük, ott van ebben valami. Súlyában benne van. Nem szeretem átverdesnek, úgyhogy meg kell nézni. Nyilván nem verdesnek át. Jajjaj. Tessék? Jaj, nem nyomtam meg. Oh. Bocsánat. Végül szerintem jöhet. Tudjak reklamálni, ha kell. Bocsánat. Semmi gond. Reflex. Már aggódom, hogy ebben mi van. Most borul a Billy. Billy. Hú, itt látszik valami. He? Egy fék. Jó. És két fék. Nagyszerű. Nézzünk egy állapotot. Ó. Boldog lesz a fél. Szép. Jó, egyben van, messzebb, vissza, vissza. Jönne semmi baja. És itt az első hajó, igen. Jönne se látok különösebb baját. Igazat mondtak, messzebb. És az is van benne, mit kértem. Csodálatos. Na, irány haza. Megebédelek, meg, vagy délután uzsonnázok, hogy aminek ezt lehet hívni. Most ennyi. Sütök még egy kis tofut, vettem medvehagymásat. Ezt szépen megsütöm, meg egy-két dolgot teszek még mellé. Van bulgur, meg ilyesmi. Na jó, ez kit lépcsőzés belefér ma is. Ja, ezt nem lehet megunni, akármilyen bringával. Esküszöm, elém jött. Láttál? Na, sziasztok! Köszönöm a megtekintést, mindent. Ha nem jelentkeznék be ma a
akkor találkozunk legközelebb. Most megyek haza. Ne felejtsetek el szólni utastársaitoknak, hogy ez a mai rész is lement, vagy hogy van. Köszönöm előre is, és utólag is. Köszönöm a támogatóinknak, a Patreonon, és YouTube-on is egyaránt, valamint a barátaimnak, akikkel tegnap így bicikliztünk. Sziasztok! Húú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